Szétesett a beszélő autó. Voltál már úgy, hogy indultál volna valahova, de az autód meg lerohadt, esetleg szétesett? A sztori úgy kezdődik, hogy egy szombat reggelen indultam volna a KPST parkba. Előtte napokban azonban hallottam, hogy megint zörög a kocsi hátulja. Mondom, oké, hozzáér a kipufogó cső a kasznihoz. És mivel reggel 8-ra terveztem az indulást, ezért gondoltam, ilyen 7:30-8 körül lefekszek ide alá, és megigazítom a kipufogót. Igen ám, csak hogy. Itt semmi nem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre látszik. Mert miközben igazgattam volna, hogy ne érje hozzá, leszakadt a hátsó dob. Meg! De most kezdődik! Ó, tényleg? Még szerencse, hogy mondom! Ja, és nem ám csak úgy tessék, lássék, hogy kicsit lóg a földre, meg minden. Egy az egyben a komplett hátsó dob lekerült a földre. Mutatom azt is, hogy miért. Innen kompletten kirohadt ez a cső. De amúgy hogyan? Az autó esőben talán háromszor, ha járt kint. Soha nem töltött mondjuk 2 éjszakánál többet, de egy a 10 év alatt, kin a szabad levegőn. Nem volt ilyen. Mindig fűtött garázsban volt tárolva. Azért csodálkozom ám nagyon, mert 10 évvel ezelőtt, amikor a fényezés kész lett, akkor a komplet alját is rendbe raktuk. Emelőre fel, lengéscsillapítók, rugók kilettet cserélve, mindenből újat kapott. Nem is nagyon volt hiba rajta, de ami pici volt, azt is kijavítottuk. Le lett alvázvédőzve. A teljes kipufogórendszert leszereltük. Nézd, mutatok képet! Látod? Ez a hátsó dob, ez szerintem új volt. Annyi csak, hogy visszaszerelés előtt a komplett kipufogó rendszert lefestettem Attilával feketére, és így ment vissza a helyére. Na most az a kipufogó dob, látod, hogy néz ki most, ugye? Úgy el van rohadva, mintha egy Trabant hattyúnyak lenne. E hogy? Tudom persze, nyilvánvaló, hogy a kondenz víz. Na de ennyire? Tényleg nagyon szar. Nézd, de nem csak ott, itt is. Szét van nyílva az egész hátsó dob. Jó, biztos egy párszor elakadtam vele, de ez nem elakadástól van. Látod, nem az van ám, hogy mindenki hisz, hogy csilli-villi, full felújított autó, most aztán ezzel nem lesz semmi baj 20 évig. Instagram valóság, nagy hazugság. Ez akkor is 40 éves autó. Hát látod, lerohad az alja. Így a délelőtti programra egy másik autóval mentem, viszont délután kit lett volna a fő attrakció egy szülinapi buli? Hogyan tegyem használhatóvá néhány óra alatt, hátsó kipufogó nélkül? Varázsolok egyet? Az lett a megoldás, hogy a hátsó kipufogó dobot minden tartozékával együtt letéptem az autó... Jó, ne legyünk ilyen kemények. Leszereltem az autóról, így most nincsen rajta hátsó dob, anélkül járok. Olyan hangja van, mint egy 69-es Hemi Chargernek. Figyelj, mutatom! Azóta rendesen izgatott vagyok, amikor beindítom, mintha 800 paci lenne benne. Nem csak 195. Na, kicsit menő, mi? Elmondanám, a szülinapon akkora sikere volt a megoldásnak, hogy nem csak az ünnepelt, hanem a társaság szinte minden tagja azt mondta, nehogy merjél rávenni bármilyen kipufogót. Nyilván fogok. De most már annyira nem sietek vele, mert megmondom őszintén, tetszik a hangja. Nem félek attól, hogy ne teljesen gyári legyen, hanem veszek egy, persze gyári méret, gyári formájút, ami mondjuk egy picit öblösebb, picit gurgulázósabb. Illetve akár mondd meg te! Tűjjed legyen a felelősség. Melyik tetszik jobban? A régi hang, az eredeti dobbal, vagy a mostani? A kritikát elkerülendő, hogy csak a négy fal között van jó hangja, mert visszhangzik, íme a szabadban. Amúgy menet közben sem szar! Thank you.
újra!